Vécsei László a 4-es számú választókörzet országgyűlési képviselője térségünkben is útjára indította a rezsicsökkentés megvédéséért indított aláírásgyűjtést. Az elmúlt időszakban több támadás érte a kormányt, mind belföldről, mind külföldről a közüzemi díjak mérséklése miatt. Ezért a Fidesz Magyar Polgári Párt elindította a Magyarország nem hagyja magát elnevezésű kampányt. Arra kérik a családokat, hogy aláírásukkal álljanak ki a kormány döntése mellett, és biztosítsák a kétkedőket afelől, hogy valóban a magyar állampolgárok is akarják a rezsicsökkentést. Az elkövetkező hetekben, másfél hónapon keresztül a környéken mindenhol meg fogják találni a standjainkat, és a képviselői honlapomon, illetve minden Fidesz szervezet honlapján az aláírásgyűjtés pontos helyszínét, a standolások időpontját, az irodák nyitvatartását szintén megtalálják. Azt kérjük, hogy aláírásukkal álljanak a rezsicsökkentés mellé, védjük meg közösen a rezsicsökkentést. Tudjuk, hogy az elmúlt hetekben nagyon komoly támadások érték a kormány döntését, külföldi és belföldi támadások. Ezekkel a támadásokkal a magyarországi baloldal ismét a külföldi szolgáltatók, ismét az extra profit pártjára állt, szemben az emberekkel, szemben azzal, hogy Magyarország polgárai, mint tudjuk, az Európai Uniós átlag másfélszeresét, sőt többet is fizetnek a havi rezsire. Ezt a hatalmas összeget, ezt nem lehet úgy kigazdálkodni, hogy a magyar családok megélhetése, egzisztenciája ne kerüljön veszélybe. A magyarországi baloldalnak ez a magatartása jól ismert. Tudjuk a bankadó időszakából, hogy ezeket a támadásokat már akkor is levezényelték. Ezekkel a támadásokkal ismét kinyilvánítják, hogy nem a magyar emberek oldalán állnak, nem a magyar családok oldalán állnak. Mi azt kérjük önöktől, hogy az aláírásukkal fejezzék ki, juttassák kifejezésre azt, hogy önök is valamennyien a rezsicsökkentés pártján állunk, a magyar családok pártján állunk, és azt szeretnénk elérni, hogy a magyar családok egzisztenciája ne kerüljön veszélybe. Az aláírásgyűjtés május 11-én ér véget. Térségünkben a következő hetekben Gödöllőn, Hévízgyörkön, Mogyoródon és Nagytarcsány biztosíthatják a kormánypártot egyetértésükről. Természetesen az ország bármely pontján aláírhatják az íveket a szimpatizánsok.